Szeretetének legnagyobb jelét adja. Elnémulnak a harangok, a csengők, nem szólal meg az orgona sem a feltámadásig. Mint a leölésre szánt bárány, így némulunk el mi is. Jézus elbúcsúzik barátaitól, feltárja előttük a szenvedés és a szeretet összefüggésének titkát. Megígéri a vigasztaló szent lelket, aki egyházzá alakítja a tanítványokat, és minket is megtanít mindenre. Oh.
gyermek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, az utolsó vacsora emlékére gyűltünk össze nagy csütörtökön este, itt Gazdagréten, a Szent Angyalok plébánia templomban. Az eukarisztia ajándékát, a testvéri közösségnek nagy lehetőségét köszönjük meg az Úr Jézusnak, aki szolgálata által és áldozata révén teremti meg közöttünk az igazi közösséget. Az eukarisztiát ünnepelve hálát adunk az Úrnak az ő ajándékáért, az elfogadásért, hogy bennünket elfogad, gyermekeinek, testvéreinek, barátainak, és mi is elfogadhatjuk egymást a testvéri közösségben. Szentmisénket hálaadásul ajánljuk föl az eukarisztia ajándékáért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Dicsőség a magasságban Istennek.
Istenünk, annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, amelyen egyszülött fiad új és örökre szóló áldozatát és szeretett lakomáját halála előtt az egyházra bízta. Kérünk, segíts, hogy ebből a nagy misztériumból a szeretet és az élet teljességét meríthessük, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Akkor válik igazán közösséggé, ha egy családi gesztusban megjelenik egy ismétlődő szertartásos forma. Az erkölcsi törvény és a szertartásosság biztosít stabilitást és egységet. Így van ez Izrael életében is, amikor a törzsek összejönnek, hogy megünnepeljék szabadulásukat, a húsvétot, mely örök jele és jelenléte számunkra Isten szeretetének. Olvasmány Mózes második könyvéből. Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban. Ez a hónap legyen számotokra a kezdő hónap. Ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének. A hónap 10. napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. Tartsátok a hónap 14. napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete este felé vágja le. Vegyenek a véréből, és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és szemöldök fájára, amelyben elkölték. A húsát tűzön megsütve még akkor éjszaka egyék meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. Így fogyasszátok. Legyen a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban, embert és állatot, és ítéletet tartok Egyiptom minden istene fölött. Én az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő csapás, amellyel Egyiptomot megverem. Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnak, napnak mindörökre. Ez az Isten igéje.
Az egyház húsvéti hitének alapvető szavaira és mozdulataira emlékezteti a korintusiakat Pál apostol. Ha keresztény szeretnék lenni, akkor hagynom kell, hogy Krisztus formálja életemet. Össze kell törnöm magamban a világ bűvöletét, hogy igazában ő legyen jelen bennem és testvéreimben. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek, és egyetek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis e kenyeret eszitek, és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ez az Isten igéje. Jánosnál a húsvétról szóló fejezetében nem találunk jeladást a vacsorára. A keresztény magatartás alapvető viselkedése rajzolódik ki a szavaiból, melyet a szolgálat köré tudnánk csoportosítani. A szeretet emlékeztet minket az első század keresztény közössége, a leghitelesebb Jézusi üzenet. Ő önmagát adja a kenyérben, a kereszten és mindörökké az emberért szeretetből. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső jelét adta szeretetének.
vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Judásnak, Karjati Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, fogott egy vászon kendőt, és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdó tálba, és mosni kezdte tanítványainak a lábát. Majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: Uram, te nem akarod megmosni az én lábamat. Jézus így felelt: Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted. De Péter tiltakozott: Az én lábamat ugyan meg nem mosott soha. Jézus azt felelte: Ha nem moslak meg, nem lesz semmi között hozzám. Erre Péter így szólt: Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a fejemet is, és a kezemet is. Jézus azonban kijelentette: Aki megmosdott, annak csak a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: Nem vagytok mindnyájan tiszták. Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: Megértetétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester megmostam lábaitokat, nektek is meg kell mosnatok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, itt Gazdagréten, a Szent Angyalok plébánia templomban és a televízió képernyői előtt az elfogadás ünnepére gyűltünk össze, és az ajándékozó szeretet emlékestéjére. Ezzel jellemezhetjük nagy csütörtököt, az utolsó vacsorát, az Úr Jézus gesztusát, amely az ő legnagyobb szeretetének kifejezése, a szolgáló szeretet, mely egészen a halálig megy, a kereszt halálig, a lábmosás szertartásában, gesztusában, a szolgáló szeretetre ad példát az Úr Jézus, és jelét adja az elfogadásnak. Ha az utolsó vacsora eseményének szereplőit figyeljük, vagy most önmagunkat, akik itt együtt ünnepeljük az utolsó vacsora emlékezetét, akkor többféle összefüggésben találkozunk az elfogadás lehetőségével. Jézus elfogad bennünket, úgy, ahogyan vagyunk, amik vagyunk és akik vagyunk. Hozzá kell tennünk, hogy bűneinkkel együtt fogad el bennünket, hiszen éppen azért jött, hogy megmentse az elveszettet, a bűnöst, hogy fölemelje az elesettet.
nem a bűnt fogadja el, mert Krisztus engedelmes volt értünk mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Maradéktalanul teljesítette az Atya akaratát, bűnt soha nem követett el, hamisság nem volt szájában, ahogy a Péter levél írja. Bennünket azonban a bűnnel együtt, a bűnös gyengeségünkkel együtt fogad el. Nem a bűnt, hanem a bűnben elesett embert fogadja el az Úr Jézus. Ezt fejezi ki, avval a gyöngéd, egyrészt házigazdai, másrészt baráti gesztussal, hogy megmossa tanítványainak a lábát az utolsó vacsorán. Mert ebben a mosdatásban benne van az ő megváltó szándéka, ő a lelkünket akarja megmosni, tisztává tenni, az életünket akarja bűntelenné tenni. Nekünk nem kell többletet kérnünk, mint ahogy Péter tette, hogy még a fejét is, meg egyéb testrészeit is mossa meg Jézus. Mert mi tudjuk, hogy legbelülről akar bennünket tisztává tenni. És ez az utolsó vacsora ajándéka. Az elfogadás által lesz igazán egyé velünk Jézus. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Ez tehát az elfogadásnak az egyik szempontja. És ott van a másik, hogy vajon miként fogadják el a tanítványok, miként fogadják el Jézust. Elfogadják őt az ő ajándékában, a kenyér és a bor színében. El kell, hogy fogadják ezt az életadó táplálékot, amely egyé teszi őket a Mesterrel, egy közösséget teremt közöttük. És föl kell figyelnünk az elfogadásnak isteni szempontjaira is, mert az Atya elfogadja Jézus áldozatát. És ahogyan azt mondja az Úr Jézus, kinyilatkoztatja ezt Szent János evangéliumában, hogy én és az Atya egy vagyunk, és mindig utal arra, hogy egységben van az Atyával, ő elfogadja az Atya akaratát, hogy teszi azt, majd az utolsó vacsora után, amikor az olajfák hegyén imádkozik, vérrel verítékezik, nagy csütörtökön este, éjszaka, és elfogadja azt a kelyhet, amit ki kell innia, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, mondja a mennyei Atyának. Az Atya pedig elfogadja Jézusnak fölajánlását, az ő áldozatát. Így valósul meg valóságban, ebben a szeretet áldozatban a Szent Háromság egysége és az Atya-Fiú közössége, én és az Atya egy vagyunk. Mert Jézus ajándékát az Atya szívesen fogadja. Ezért írja erről az isteni szeretetről Szent János apostol, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. És ahogyan az Atya és a Fiú ebben a szeretet elfogadásban egy, úgy akarja azt Jézus is, hogy az ő tanítványaival, az ő barátaival egy legyen. Imádkozik is ezért, és kéri a mennyei Atyát, hogy követői egyek legyenek. És ezt az egységet éppen azzal az elfogadással valósítja meg, hogy a tanítványokat a maguk elesettségében, gyengeségében szeretettel fogadja és meg akarja tisztítani, számukra pedig Jézus önmagát adja az eukarisztia áldozatában. Ma ezt ünnepeljük, az eukarisztia estéje, az utolsó vacsora emlékezete, a nagy csütörtök üzenete este, az esti szentmisében. Ajándékot ad Jézus, nem kevesebbet, mint önmagát.
2000-ben, március 23-án boldog II. János Pál pápa Jeruzsálemben járt, illetve azokban a napokban a Szentföldön. Mi annak idején éppen egy héttel előtte jártunk ott, a Szentatya látogatása előtt, akkori zarándok csoportunkkal, és az utolsó vacsora termében megilletődötten elmélkedik a Szentatya arról, hogy Jézus ajándékba adja önmagát, és kimondja a kenyérre, ez az én testem, amely értetek adaték, vagyis áldozatul adok értetek, ajándékul adok értetek, és a vérét kiontja tanítványaiért, mindenkor tanítványaiért. És ahogyan a Szentatya megilletődötten elmélkedik erről, mi is átéltük ezt az elmúlt hét szombaton a Szentföldön zarándok társaimmal, ott az utolsó vacsora termében, az emeleti teremben, mely valóban az egység helyszínévé lett, mert ott gyűltek aztán össze később a tanítványok, együtt a szűzanyával imádkoztak, és aztán megjegyzi az apostolok cselekedeteinek könyve erről a helyszínről, ahol annak idején az utolsó vacsora történt, illetve a tanítványok magatartásáról. Megjegyzi, hogy kitartottak az imádságban, kitartottak az apostolok tanításában az első keresztények, és kitartottak a kenyértörésben. Nem véletlenül választja az Úr Jézus a kenyeret és a bort az egység ajándékává, hogy legyen ez a közösség teremtő táplálék és az egységnek az itala. Mert ahogyan, mint jó házigazda és családfő, ebben a húsvéti vacsorában, zsidó húsvéti vacsorában a kenyeret megtöri és szétosztja a tanítványainak, ebben az egység gesztusát teszi. Ugyanabból a kenyérből részesülni a résztvevők egységét jelenti, miként személyesen is a kenyeret elfogyasztani az egyéválás gesztusának a gyakorlását jelenti, mivel amit megeszünk, az egyé lesz velünk, beépül a testünkbe, a szervezetünkbe. Így tehát a szétosztott kenyér mindazokat, akik abból részesülnek, egyé teszi, és méltán jelképezi az egyéválást azzal, aki a kenyeret adja, és aki a kenyér maga, mert ebben a kenyérben Jézus a saját testét adja eledelül. Ahogyan megígérte azt már a kafarnaumi beszédében és az élet kenyeréről szóló tanításában, aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Ez a kenyér az én testem a világ életéért. Ez már korábban és később is elhangzik Jézus tanításában. Így tehát egyé lesz ebben a kenyérben az ő tanítványaival. Nem véletlen, hogy kenyértörésnek is szokták emlegetni az eukarisztiát, mely nyilvánvalóan elsősorban hálaadást jelent szó szerint. Hálát adunk az életért, az elfogadásért, és ugyanakkor a kenyértörés megvalósítja az egységet Jézus és tanítványai között, illetve a tanítványi közösség tagjai között. Eukarisztia, kenyértörés, az Úr szent vacsorája, ennek vagyunk most is a részesei, vésük tehát a szívünkbe ezt az igazságot és ezt az örömhírt, hogy Isten el akar bennünket fogadni, és ez akkor valósul meg, ha mi pedig elfogadjuk őt, aki fiát adta értünk, és az ő szent fia pedig önmagát adta eledelül és áldozatul értünk. Ezt üzeni számunkra a nagy csütörtök, és kérjük azt is, hogy legyen a mi egységünk a közös ünneplésben teljessé,
az eukarisztia vétele által, az együtt ünneplés öröme által, a jó hír hirdetésének szándéka által, hiszen ezzel a mostani szentmisével is a világ elé állunk a televízió képernyőin keresztül, és megvalljuk a mi hitünket, a szent liturgiánknak üzenetét és szépségét, és hirdetjük azt, hogy Isten megváltott, és bűneink ellenére elfogadott bennünket, bárcsak mi is elfogadnánk mindig Isten szándékait, azonosulnánk Jézus jó példájával, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét váltságul adja sokakért. Amen. Most a misiéző pap megmossa a 12 apostolt jelképező hívő férfi lábát, ahogyan Jézus is tette az utolsó vacsorán tanítványaival. Ez a szertartás nem csupán erkölcsi példa az alázatról, hanem valódi kinyilatkoztatás. Isten így alulról, mint egy szolga tekint ránk. Isten fia szolgává teszi magát. Szeretettel szolgáljatok egymásnak. A szertartást az egyház egyik ősi szövegű imádsága kíséri. Ahol szeretet és jóság, ott van Istenünk. Oh, yeah.
Most a hívek könyörgései során felidézzük Jézus nagy csütörtök esti imáját az Atyához. Érettük könyörgök, és azokért, akik szavukra hinni fognak bennem. A magunk terhei mellett egymás terheit is vigyük Isten elé, hiszen Jézus mondta, amit ketten vagy hárman kértek az én nevemben, megkapjátok. Most álljunk föl, testvéreim, és kérjük a mennyei Atyát ebben az ünnepi órában, amikor isteni főpapunk Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét, az oltári szentséget. Könyörgünk, Urunk, Szent Egyházadért, a pápáért, a püspökökért, a papságért és a hívekért, hogy kegyelmed őrizzen meg mindnyájunkat hitben, egységben és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, az egész világ békéért, népünk jólétéért és hazánk vezetőiért. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik Jézust elhagyták. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, hogy az oltári szentség magunkhoz vétele hívő közösségünket a szeretet családjává tegye. Kérünk téged, hallgass meg minket. Könyörgünk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, hogy a szent áldozat gyümölcseként felragyogjon előttük az örök élet boldogító világossága. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg, mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, mindazokat, akiket szent fiadnak adtál, hogy mindannyian egyek legyünk, és tetteinkben, hitünkben megerősödjünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, segíts, hogy méltón ünnepeljük ezeket a szent titkokat, mert valahányszor ennek az áldozatnak emlékét megöljük, a megváltás műve valósul meg bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teremtetben. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által, mert ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, erő árad lelkünkben. Ha értünk ontott vérét isszunk, tisztára mos minket. És ezért mi is miként az angyalok és főangyalok, a trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát szengjük, s velük együtt vég nélkül énekeljük. Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked. Tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal, Ferenc pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, segédpüspökeivel, és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról, szolgálóidról, szeretteinkről, jótevőinkről, papjainkról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek.
amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen a mi Urunk Jézus Krisztus érettünk áldozatul adta magát. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a mindenkor dicsőséges Szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk, Istenünk, fogad megengesztelődve ezt az áldozati adományt, szolgáidtól és házad egész népétől. Ma azon a napon ajánljuk fel neked, amelyen Urunk Jézus Krisztus tanítványaira bízta teste és vére ünneplésének szent titkát. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottait körébe. Áld meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. A mai estén, amelyen Jézus értünk és minden ember üdvösségért vállalta a kényszenvedést, tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret és szemét, az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható Atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből minnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséget színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról, fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, paptestvéreinkről, szolgáidról, szolgálóidról, akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából,
és a béke álmát alusszák. Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívőnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. Nekünk is bűnös szolgáidnak, akik irgalmad bőségében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal, Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus a mi Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a lelkeddel. Köszöntjétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az ember.
A mai szent misén két szín alatt áldozunk. Krisztus vérének a vétele emlékeztessen arra, hogy nekünk is életünket kell adnunk testvéreinkért. Lemondva kényelmünkről, kedvetlenségünkről, megszokásainkról. A kiengesztelődés az egység és az áldozatokkal járó szeretet szentségéhez járulunk.
Kérünk, mindenható Istenünk, hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítesz minket, Tégy egykor szent fiad örök lakomájának részesévé, Krisztus, ami Urunk által. Az Eucharisztiát nem helyezzük vissza a tabernákulumba, hanem a kereplő hangja mellett az őrzési helyre visszük. A magányban várakozó, kiüresedett Jézust jelképezi az oltár lecsupaszítása, az oltárfosztás. Jézus minden emberi vigasztalástól távol, tanítványaitól elhagyottan várakozik a fájdalmas csendben. Ezt a csendet jelenti, hogy a mai szent mise végén nincs áldás. Kedves testvéreim, a szertartásokat követően meghallgatjuk Jeremiás síralmait, majd pedig egy órát virasztunk az Úr Jézus mellett, hiszen így hívta ő meg, kiválasztott apostolait is, Pétert, Jakabot és Jánost az olajfák hegyére, a Getsemáni kertbe, hogy virasszatok, imádkozzatok. És amikor elaludtak, számon kérte tőlük, hogy még egy órát sem tudtatok velem virasztani. Mi szeretnénk hűségesnek bizonyulni, és legyen ennek a jele, majd az egyórás virasztás 8 és 9 óra között. A televízió kedves nézőivel holnap ugyanabban az időben találkozunk, ahogyan ma kezdtük a szentmisét este 6:30-kor, a nagypénteki szertartásokat fogjuk végezni itt Gazdagréten a Szent Angyalok plébánia templomban.
Elkísérjük Jézust a Getsemáni kertbe, ahol vérrel verítékezése a viszonzatlanul maradt szeretet feletti bánatnak szól. Nem sokára bevonul Jeruzsálembe. Megkötözve bűnözőként az éjszaka sötétjében. A sötétség, a bűn, a megváltásra várakozás órái jönnek. Jézus kér, legalább egy órát imádkozzunk vele együtt. Virrasszunk. Holnap, nagypénteken, csendes elmélkedő napot tartunk Jézus megváltó kereszt halálára emlékezve. Fogságba jutott Izrael, és Jeruzsálem apostola, leült Jeremiás proféta sírván, és síratta Jeruzsálemet nagy síratással, és fohászkodván keserves szívvel mondta, aki nyomorúságot látott, az orva ragjának veszélye miatt. Elvitt engem is a sötétségbe vezetett, és nem a világosságra, csak ellenem fordított a kezét, és csapásaival sújtott egész napon.
körülkerített engem, körülvett ki nál is gyötrődéssel, sötét helyre vitt engem, mint a rége feledett holtakat. Körülépített engem, hogy ki ne menjek, megnehezítette az én békjaimat. Hiába kiáltottam és könyörögtem, elvetette az én imádságomat. Erre kezdette utaimat négyszögű kövekkel, és ösvényeimet felforgatta. Te az őt kereső lelkekhez, jó hallgatással várakozni, míg nem megszabadít az Isten. Jó a férfiúnak, ha az igát ifjúságától fogva viseli. Jó fordítja az őt verőknek, és betelik gyalázattal. Come on.